Az albumot töviről hegyire ismerő Hooker Veronika beszélt nekünk a műtárgy sajátosságairól. 1898-ban kiadott Garai album, ez kötészetileg is tartalmilag is egy nagyon jelentős kiemelkedő mű a múzeum irodalmi gyűjteményében, ezért is választottuk május hónap műtárgyának. Garai János, aki 1812 és 1853 között élt, Szekszárdvárosának egy emblematikus alakja a 19. századtól napjainkig. A költő, író, újságíró szekszárdi születésű volt és erősen kötődött is szülővárosához. Életműve egybefort a reformkornak a küzdelmeivel, ezért hazaszeretetről, szabadságvágyról szóló műveiért hálás az utókor. A maga korában ő egy népszerű író volt, szerették, becsülték írásait. 1853-ban bekövetkezett halála után Szekszárdváros is szeretett volna méltó emléket állítani neki. 1860-ban megindult egy közel 4 évtizedes küzdelmes időszak, melynek eredménye egy szobor és egy gyönyörű szép albumnak a létrejötte lett. 1860. július 1-én a szekszárdi kaszinó közgyűlése előterjesztette Garai Jánosról készítendő szobor ügyét, amelynek a fő kezdeményezője Tolna vármegye alispánya Bartal György volt. Ezután kezdődött meg ez a 40 évnyi időszak, amikor megindult a gyűjtés a szobor alapjavára, bálokkal, különböző hangversenyekkel. 1879. november 1-én már egy szoborbizottság is alakult, Fördős Vilmos elnökletével. Ennek a bizottságnak tagja volt Vosinszky Móris, múzeumunk névadója, plébános és régész is. A szoborbizottság pályázatot hirdetett a szobor elkészítésére, erre 11 pályamű érkezett be, és végül is a Párizsban élő magyar származású Szárnovszky Ferenc szobrászművészt választották ki, és 1898. június 5-én nagyszobás ünnepséggel fel is avatták az elkészült szobrot. 1881. szeptember 4-én pedig emléktáblát avattak Garai János szülőházán, és a szemben lévő teret pedig Zöld kút teréről Garai János térre nevezték át. Az ünnepségek megkoronázásaként a város vezetősége egy nagyon szép szabású reprezentatív album kiadását is szerette volna. Az album szerkesztésére Bodnár Istvánt kérték fel, aki szintén a szoborbizottságnak a tagja volt. Bodnár egy remek szerkesztő volt, hiszen meg tudta nyerni az album ügyére országos és helyi politikusokat, művészeket, írókat. Így az albumban különböző kisebb versek, életrajzok, illusztrációk, arcképek is szerepelnek. Az album összeállítása során nem csak a belső tartalom nagyszerűségére, hanem a külsőségek tökéletességére is törekedtek. Maga az album kétfajta kiadásban jelent meg, volt egy olcsóbb és egy drágább verziója is. Az olcsóbb verzió ez egy papírkötésű volt, 2 forintért árulták akkoriban, a másik az egy kemény kötésű volt, ezt 4 forintért árulták. A papírkötésű verziónak az előlapját Vaszari János festőművész rajzolta, Garai János arcképe látható az elején, illetve Szekszárdváros régi címere és Tolna vármegye címere, a hátoldalán pedig szekszárdi dombok a 3 keresztel, illetve 2 koszorú, az egyikben a lant látható, mint a költészet jelképe, a másikban pedig a véső és a kalapács, mint a szobrászatnak a jelképe. A kemény kötésű verzió ez egy kötészeti mestermű is egyben, hiszen egy aranyozott vászon, úgynevezett Gottermeier kötésben készült el. Gottermeier Nándor könyvkötészeti műhelye volt az egyik legjelentősebb Magyarországon a századfordulón. Európai mércével nézve is egy nagyon modern könyvkötészeti műhely volt. Több életmű kiadás is ebben a kötésben jelent meg, például Garai arany vagy Petőfi művei, több reprezentatív album vagy sorozat is. Maga az elején nagyon érdekes a sejemképre nyomtatott Garai ábrázolás, illetve alatta egy jelképes pálmaág, ami a győzelemnek, a dicsőségnek a jelképe is. Kézbevétel során látszanak igazán a műtárgy ékességei, az igényes kialakítás. A Garai album ugye a szép Gottermeier kötés után, ha kinyitjuk, akkor egy aranyozott virágmintás előzéklap, 2 előzéklap található. Az elején mindjárt találunk Garairól is képet.
és maga az album Perczel Dezső belügyminiszter előszavával kezdődik, Jókai Mornak is találunk benne írását, illetve a helyi és az országos írók, művészek emléksoraival, verseivel folytatódik az album, így például Zicsi Antal, Aponyi Albert vagy Ferenci Józsefnek a soraival, a helyi írók közül Borzsák Endre vagy Vigand János műveit is megtaláljuk az albumban. A sorok között arcképeket is találunk, például Garai Jánosról is többféle arckép van a műben, de ugyanúgy arcképek vannak Fördős Vilmosról, Bartal Györgyről, Ferenci Józsefről vagy Csapó Vilmosról is, illetve nagyon híresek a mű illusztrációi, hiszen maga Garai János műveihez is készültek illusztrációk. Az egyik leghíresebb Zicsi Mihály és Garai Ákos illusztrációja az Opsitos című műhöz. De hogy lapozunk tovább, például Márk Lajos illusztrációja a Bátori Erzsébet című Garai műhöz, vagy Csók István illusztrációja az Anya című műhöz. Érdekesség az albumban, hogy Vosinski Mór Múzeum névadó régésze is írt bele, Garai szülővárosának régmúltja címen, Szekszárd és környéki régészeti ásatásairól, feltárásairól írt egy kis összegzést, Garai János műveire alapozva, hiszen Garai műveiben is többször megjelenik Szekszárd városának a múltja, valós történelmi adatokra építve, illetve egy kicsit mesésen, mondásan elmondva. Maga az album ugye többször megjelent az előfizetési felhívással a korabeli lapokban, hiszen nem akartak felesleges példányokat nyomni belőle, így ajánlották a művet nagy közönségnek, például az olvasóegyleteknek, kaszinóknak, könyvtáraknak, iskoláknak, például a szorgalmas tanulóknak ajándékkönyvként, vagy a vármegye tanítóinak 100 példányt tettek félre erre. Valószínűleg így kerülhetett a múzeum tulajdonába is több példány az albumból, ugye Vosinski Mór révén, illetve szinte biztos, hogy Babicsék is megrendelték annak idején ezt az albumot. Érdemes a májusi hónapban megtekinteni a tárgyat, hiszen egy igazi kötészeti mesterművel találkozhatunk.